Hogyan védekezzünk a hőség ellen? Tanácsok a nyári hőhullámok idejére. A fák és zöld felületek szerepe a hőhullámok idején. Emlékszem, 2 évvel ezelőtt nagyon elkeserítő volt itt az Alföldön a helyzet, de sajnos most is már olyan hosszúra nyúlik ez az aszályos időszak, hogy egy jó kezdet után, egy jó tavasz és koranyár után, hát kezdenek kiszáradni a növények. És azok a növények vannak nagyon kedvező helyzetben, akiket tudunk locsolni. Bár hogyha a locsolásról beszélünk, akkor mindenképp fontos az, hogy ezt úgy tegyük meg, hogy közben a környezetünkre figyelünk, és mondjuk ne szipolyozzuk ki az összes vizet a természetből, hanem például, hogyha lehetőségünk van rá, akkor próbáljuk meg az esővizet hasznosítani ebből a szempontból. És itt nagyon fontos az, hogyha tényleg van egy gazdálkodó, aki lehet egy család, lehet egy intézmény, vagy lehet egy önkormányzat, próbálja meg az esővizet visszatartani. Ugye erre különböző lehetőségek vannak. Például az egyik az a szivacsváros, ahol például a közterületeknek az alsó részeit úgy alakítjuk ki, hogy ott a lezúduló csapadék az el tudjon tározódni. Hogyha ott eltároztuk a vizet, akkor ebből a vízből sokkal fenntartható módon tudjuk a zöld felületeinket, de akár a földjeinket is öntözni, hogyha olyan időszak előtt állunk, vagy egy olyan időszak van, mint most, nagy hőség, és öntözni kell ezeket a területeket. Készült Hajdúböszörményváros önkormányzatának megbízásából a Ready for Heat projekt keretében az Európai Unió támogatásával.